játszunk egy ilyen képzeletbeli játékot, hogy a 6-3 napján azt üzeni a délelőtt, azt üzeni a sebes, hogy tanár úr, jöjjön, mert betenném a Zakariás helyet, de akkor utána, amikor hazajövünk, a Honvédbe folytatja, ő akkor sem ment volna, akkor kihagyja a 6-3-at. Szóval ő a Fradi kérdésekben rendíthetetlen volt. Tanár volt a pályán, tanár volt a kispadon és a hétköznapi életben is. 100 éve, 1920. november 27-én született Lakat Károly, az FTC és a magyar futball legendás alakja. A Zöld-Fehér Hírek most egy külön kiadással emlékezik meg a Fradi szívű tanárúról. Tizedes utca 3. Legendás cím. A futballpályák mellett talán itt töltötte életének legnagyobb részét Lakat Károly. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy fia, Lakat T. Károly a tanár úr egykori szobájában fogadott minket, és kérdeztettük őt édesapjáról. Volt mit mesélni. Ami ebbe a szobában lejátszódott az én gyerekkoromban, és aztán a felnőtt, vagy a tinédzser koromban, majd már a felnőtt koromban is futballtörténelmileg, az valami olyan csodák csodája, hogy azt elmondani nehéz. Ahol te ülsz, ott a magyar futball valamennyi minimum Európa klasszistak, vagy Európa, vagy világ klasszistak mondott játékosa ült egyszer, az halálbiztos. A Bozsik egyenesen azért jött, hogy gyere, öreg, és gyere tanár, gyere át hozzánk a Honvédba, mert nincs arra szükségünk, hogy a Honvéd Fradikon össze-vissza rúgdosd a Puskást, ő a Puskást fogta mindig, és a Puskást nem tudott ellene játszani. És a Bozsik kiszúrta, hogy mennyivel jobban járunk, ha átjössz hozzánk, de hát az öreget a Fradiból elvinni az körülbelül olyan volt, mintha nem is tudom, szóval, mintha az Üllői úti fákat akarnánk áttelepíteni Újpestre. De most az nem lenne egy szerencsés vállalkozás, nem is ment. Nem ment. Hű maradt a Fradihoz, amelynek mezét játékosként 307 alkalommal ölthette magára. Bajnok lett és kupát is nyert a csapattal, ugyanakkor a válogatottban csak 13 meccset játszhatott. Ez a mellőzés is közrejátszott abban, hogy már 1952-ben visszavonult, pedig sokak szerint az aranycsapatban is ott lett volna a helye. Az, hogy mondjuk 56-ig, 36 éves koráig játszott volna, azt nyilván az adott korban talán erősnek mondhatjuk, de tegyük hozzá, hogy Hidegkuti Nándor, aki ugye 2 évvel volt fiatalabb nála, az 58-as világbajnokságon még ott volt. Én azt mondom, hogy az ő pályafutásának a csúcsa ilyen szempontból a Helsinki olimpia lehetett volna. Az 1952-es olimpia, ahol meggyőződésem szerint, ha nem a kinizsi játékosa, akkor nyugodtan részt vehetett volna. Nyilván objektív mércénk nincs az adott posztján szereplő játékosa való összevetésre. Sebes Gusztáv nagyon szerette Zakariásnak a játékát, építette rá, de hát azt gondolom, hogy az abszolút futballtudás tekintve azért a két játékos nem lehetett összehasonlítani. Lakat Károly elveihez hűen lépésről lépésre haladt az edzői karrierjében. 1956-ban Szegeden ült először NB1-es kispadon, majd Tatabányát, az MTK-t, Ferencvárost, a Honvédot és Salgótarjánt érintve összesen 625 élvonalbeli meccsig jutott, amivel sokáig csúcstartó volt. De mivel emelkedett ki a kor edzői közül? A kulcsszó itt is a pedagógiában keresendő. Ő bizonyos szempontból egy régi iskolának a letéteményese, egy olyan iskolának, amelyben még a futballista, amely az edző még futballista volt, és abból nőtte ki magát. Ugyanakkor az előző korok nagy magyar edzőire, ha gondolok, akkor talán unikális abban, ahogy a játékosokra hatni tudott. Baruti más típusú edző volt, Bukovi más típusú edző volt. Tehát most Sebes Gusztávot ebben a kérdéskörben hagyjuk. De még Mándi Gyulára is azt mondanám, hogy más típusú edző volt. Bizonyos szempontból Gutmann tudnám mondani, aki annyira hatni tudott a játékosaira, mint ő. És hát tulajdonképpen azért az, hogy ugye
játékosként egyetemet végzett, és aztán 1967 végén doktorált. Ugye ez is azért feltétlenül unikálissá teszi az edzői karmat. Leírhatatlan a boldogság a pályán is. A fiúk ünneplik a ragyogó győzelmet, amely után mindenkinek kijut a szeretetteljes ölelésből. Aztán Lakat Károly is megtudja, milyen is az, ha 11 erős legény a magasba dobja. Vigyázzatok, fiúk, csak el ne ejtsétek! A Fradiba már olimpiai bajnok trénerként írt alá 1966. novemberében. Miután elbúcsúzott az MTK futballistáitól, gyalogment át az Üllői út 129 alá, hogy bemutatkozhasson. Persze, ki ne ismerte volna őt egykori sikereinek helyszínén. Jó csapatunk volt, úgyhogy csak össze kellett hangolni a csapatrészeket, és ez neki nagyon sikerült. Sokat nem beszélt, mert tudta azt, hogy nem kell sokat beszélni, mert megoldjuk a dolgot. Én nagyon büszke vagyok arra, engem is külön szeretett, mert minden ember, aki dolgos, azt szeretik. Én meg olyan voltam a pályán, hangya szorgalmam volt, és bármilyen posztra tett, azt vállaltam. Az a tény, hogy ugye az addigi Szentelt Albertet hátrább vonta, és hát tulajdonképpen egy hát azt nem mondom, hogy a Hidegkutihoz hasonló hátravont középcsatár posztján szerepeltette, de mindenképpen az építésben is feladatot adott neki, az mindenképpen újítás volt. És hát azért mégiscsak az egy nagy vívmánya neki, hogy egyrészt megtalálta Varga Zoltánnak és Albertnek is a helyét együtt a csapatban, másrészt pedig, hogy tudta kezelni ezeket a játékosokat, amit azért nyilván nem volt egyszerű. Bár a korabeli sportsajtó szinte nagyítóval kereste a feszültséget Albert és Lakat között, nem sokra mentek. A két futballzseni ugyanis kiváló kapcsolatot ápolt. Karcsi bácsi edzői finomságairól csipkelődő humoráról számtalan anekdota maradt fent. Idézzünk fel most kettőt. Az első a császárhoz fűződik. Na most apámmal úgy tudtak kifogástalan viszonyba lenni, hogy nem múlt el nap, hogy az öreg a Flórinak a kárára ne sütött volna el valami egészen példátlan tréfát, amit a Flóri nem hogy mástól nem viselt volna el, hanem egy napig nem lett volna a Pali tovább edző, hogyha ugyanezt megcsinálja. A csapat futott egy irányba az edzésen. És futottak 5 métert, mondjuk 20-an, egy ilyen csőbe, oszlopba, vagy mit tudom én, és akkor az öreg vele fújt a sípjába, hogy fordulás, és most erre felé. És akkor megint futottak 5 métert, megint belefújt arra felé. Az 10-szer megcsináltatta velük. És akkor mondta a Flóri, hogy Karcsi bácsi, miért forgatál az 5 méterenként be? Azt mondja, mert életemben egyszer szeretnélek a sor elején látni futni, és ezt csak így tudom elérni. Hogyha az utolsóból így leszel első, ha én megfordítom a sort. Volt olyan eset, hogy az egyik éjszakai bajnoki meccs után, egyik éjszakai híres mulatóból telefonáltak a Karcsi bácsinak, fölvette, tessék, XY, nem mondom a nevét, mert vagy ott, vagy semmit, nem, már meghalt. Azt mondja, itt ülnek a játékosai, azt mondja, Karcsi bácsi, mi a helyzet? Visszakérdezett a Karcsi bácsi, hogy részegek már? Ha még nem, akkor hagyj őket nyugodtan. És akkor másnap ő is úgy végnézett, mikor edzés volt, végnézett a csapaton. A Ilomszki Rudi bácsi volt olyan, aki így ültünk bent az öltözőn, végnézett a játékosokkal, és akkor odajött, neked nem kell edzeni, neked, mert látszott a személy, hogy egy kicsit keveset aludt. És a Karcsi bácsi is ilyen szól. Tudta értékelni azokat a dolgokat, hogy a pályán, amit csinál az ember, és a pályán kívül meghagyta, hogy hadd örüljenek. És ilyen volt, és ez nagyon nehéz, szóval embernek is lenni, edzőnek is lenni, borzasztóan nehéz, mert azért a meccseken voltak idegesítő dolgok is, és ezt soha nem, én legalábbis nem láttam rajta. A zöld-fehér évek 2 bajnoki címet és 1 bajnoki bronzérmet, 1 magyar kupa, valamint 1 VVK döntőt követően értek véget. A távozás okairól így mesélt fiának. Ő borzalmasan kötődött és ragaszkodott a csapatnak az úgynevezett idősebb magjához. Géci, Novák, Albert, Szűcs, Rákosi, Fenyvesi féle társasághoz, amely egy pillanat alatt szétesett abba, amikor a Flóri megsérült Dániába. És az öltözőbe, ahogy ezt ő fogalmazta, a fiatalok vették át
a hatalmat. Juhász Pista, a Branikovics, a Szőke Pista, a Bálint Laci, akik egyenként egyébként imádták az öreget, meg ha Bálint Laci, ha ma valaki beszél, akkor könnyek jelennek meg a szemébe, amikor apámról beszél. De ugyanakkor volt egy egyébként nagyon kedves és rendes ember, olyannyi, nekem például a tornatanárom volt a Toldi gimnáziumban, de közben a Fradinál volt edző, a Csanádi Feri bácsi. Ő volt az ifi edzője ennek az egész fiatal garnitúrának. És az fiatalok úgymond szerették volna őt valahogy helyzetbe hozni, hogy lehessen ő az első csapatnak az edzője. És valahogy ott apám megérezte azt, hogy ő nem száll be ebbe a fiatalokkal való harcba, részint mert szereti őket, semmi baja nincs velük, értelmetlennek látja a harcot. A fradistákkal nem harcolt, a regnáló hatalommal viszont igen. Ő, ha vörös dolgokról volt szó, maximum a bort szerette, a rendszert semmiképp. Ezért is történhetett meg, hogy a karrierje csúcsán lévő Lakat doktor továbbra sem lehetett az A válogatott edzője, noha addigra már 2 aranyat szerzett az olimpiai válogatottal. A szövetségi kapitányi kinem nevezését, hogy mondjak én is egy ilyen elég suta mondatot, azért azt gondolom, hogy befolyásolta az, hogy nem volt a rendszer kedvence. Tehát azért, ugye gondoljunk abba bele, hogy 1966 után, amikor a angliai világbajnokság után Baróti Lajos lemondott, vagy kényszerűségből lemondott, ez most majdnem mindegy, és kinevezték ugye ezt, Ilovszky Rudolfot a csapat élére. Na most hát nyilván akkor már evidens lett volna az eredmények alapján, hogy az olimpiai bajnok Lakat Károly lép a helyére. De ha akkor nem, akkor ugye a marseilli vereség után 1969-ben, amikor Sós Károlynak mennie kellett, akkor is szerintem evidens lett volna, hogy ez egyébként emberként nagyon tisztességes Hoffer József helyett, aki hát mégis a távirati irodának a sportszerkesztője volt, korábbi első osztályi játékos, de edzői tapasztalatok hiány volt, ugye az ifjúsági válogatott mellett dolgozott kvázi másodállásban. Hát helyettem mondjuk a kétszeres olimpiai bajnok Lakat Károly, ez nyilván egy nagyobb ütőkártya lett volna. Mondom úgy, hogy Hoffer Józsefet emberként nagyon kedveltem. De hát tulajdonképpen maga az a tény, hogy az első Ilovszky korszak végén az akkori sporthivatal hazahívta az NDK-ból Sós Károlyt, aki akkor már évek óta, tehát a 60-as évek eleje óta a kelet-német futballban dolgozott, némi túlzással nem is ismerte a magyar futball élmezőnyt, az nyilván egy öngól volt. És hát az válogatott eredményei ezt mondjuk nagyjából igazolták is 1968-ban és 69-ben. Magyar vagyok, keresztény vagyok és fradista. Ezekből egy is elég, hogy ne vigyem semmire ebben az országban. Jól ismert mondat a tanár úr szájából, 17 szó. Leírva mindössze 95 karakter, mégis szinte mindent elmond dr. Lakat Károlyról, életéről, személyiségéről, és a már sokszor említett szakmai meg nem becsüléséről. De mit tudunk az oly sokat idézett mondat születéséről? Ez akkor született, amikor már sokadszor, azt hiszem harmadszor nem lehetett szövetségi kapitány. És akkor jött, amiben persze természetesen jó nagy lakatos túlzás van, mert ő általában karikatúrába beszélt, és ugye a karikatúrának mi a lényege, hogy a valóságot 10-szer jobban felnagyítva adja el. Na most az ő mondataiban is azért karikaturisztikus elem az, hogy amit, ahogy ez a mondat folytatódik, hogy és ebből a háromból egy is elég, hogy ne vigyem semmire ebbe az országba. Na most azért Isten bocsássa meg, szóval nem a fia mondatja velem, hogy elfogultság, hogy hát azért az egy enyhe túlzás, hogy ne vitte volna semmire ebbe az országba a maga 2 aranyával, a 2 olimpiai aranyával, a Fradi bajnokságaival, hogy ő az egyetlen olyan edző, akinek aranylabdás játékosa volt, ő az egyetlen olyan edző, aki elmondhatja magáról, hogy a kezdő csapatába be tudta tenni az Albert Novák Szűcs hármast, akik egyébként a világválogatottban is együtt játszottak. Egyetlen olyan edző, aki a Honvéd edzőjeként nemzetközi kupába, UEFA kupa meccsen meccset nyert
Milánóba az Internacionálé ellen. Igen. Senki nem nyert rajta ki. Szóval rengeteg eredmény volt. A Tatabányában két KK-t nyert, a Volánt az NB2-ből egy év alatt fölhozta az NB1-be. A Salgótarján egy év alatt fölhozta az NB2-ből az NB1-be. Szóval amihez nyúlt, az edzőként minden sült neki. Nagyon remélem, hogy ezek a napok majd sok mindenre orvoslást adnak, tehát a 100. születésnap környékét követő napok. De hát azért gondoljunk bele, hogy se egy szobor, se egy köztér, se egy pálya nincs elnevezve róla. Most nyilván azért nem mondok nevet, hogy na de viszont X-ről vagy Y-ról van, mert én bántani senkit nem akarok, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy micsoda igazságtalanság az, hogy a magyar futball történetében egyetlen egy olyan edző van, aki két nagy tornát is meg tudott nyerni, ugye két olimpiai bajnoki címet szerzett, és egyébként, hogyha hagyják dolgozni, akkor a 72-ben a harmadikat is megszerezte volna mellé, de ez szerintem egy nagy igazságtalanság. Ugye a 9. kerületben, ahova a Ferencváros kötődik, az utcanév választásnál nagyon lehetne figyelni arra, hogy nyilván Albert Flóriánon kívül, akinek nevét már utca viseli, de a Ferencváros korábbi legendái, sztárjai, akár utcák, közterek elnevezését megkaphassák. Mik azok az értékek, amiket dr. Lakat Károlytól átvehetne a mai kor embere is? Zárásként ezt a kérdést tettük fel a Tizedes utca 3-ban. Azt mondta mindig, hogy nincs az a győzelem, ami az emberséget felülírja. Tehát először és elsőnek mindig embernek kell lenned, és utána vagy futballista, újságíró, televíziós, lakatos, fodrász és buszvezető. Tehát, hogy mindig maradj meg embernek. Ezt már csak az apáknak, a mai apáknak mondom, hogy bármelyiküknek nagyon szívesen elmesélem, hogyha a gyereküknek kifogástalan és minden tekintetben példaként említhető apja akar lenni, akkor én elmesélem, hogy azt hogy kell csinálni, ahogy velem csinálta az én édesapám.